Az Ibrány nagyhalászmeccs árnyékában még egy szomszédvári rangadót rendeztek a megyei első osztály legutóbbi fordulójában. A Máté Szalka Nagyecsed mérkőzésen megújult környezetben léphettek pályára a csapatok, és szurkolhattak a nézők, ugyanis 6 millió forintos TAUS támogatásnak és 3 millió forintos önkormányzati hozzájárulásnak köszönhetően a korábbinál komfortosabb lett a város sporttelepe. Így újult meg Máté Szalkán az öltöző, aztán biztonsági intézkedések kapcsán a sportpályán, a centerpályát körül ölelő kerítés megújításra került. Ezen kívül, hogyha normális játéktéren szeretnénk, hogy labdarúgóink optimális feltételek között készülhessenek és mérkőzés játszanak, éppen ezért egy automatikus öntözőrendszerrel bővült ez a pálya infrastruktúrája. A centerpálya mellett lévő salakos pályának a befűvesítése történt még, és egy nagyon örömteli fejlesztés történt, ami a szurkolóknak és az ide kilátogatóknak a komfortérzetét növelheti, egy 100 fős fedett lelátó épült a sportpályán. A tavaszi szezont egy-egy döntetlennel kezdő Máté Szalka edzője a mérkőzés előtt nem tippelt az eredményre, mindössze jó játékot várt csapatától. Én nem vagyok jós, és nem is szeretek tippelni, de azt várom a csapatoktól, hogy jól játszon, és van egy régi igazság, hogy az a csapat, amelyik jól játszik, az rendszerint nyer. A vendégek játékos edzője nem titkolta, hogy 3 pontért utaztak Máté Szalkára. Én minden meccsen egy győzelmet várok, holott, tehát én nagyon szerettem, itt fociztam 4 vagy 5 évet, már nem tudom pontosan melyik Máté Szalkán. Én szerettem itt lenni, de hát ilyenkor az érzelmeket félre kell tenni. Tehát mi győzni megyünk idegenbe bárhol, meg otthon is bárki ellen. A találkozón a vendégek akarata érvényesült, 0-0-ás félidő után a Nagyecsed 3-0-ra győzött, ezzel visszavette a második helyét a tabellán, míg a Máté Szalka a 11. helyen várja a folytatást. A 18. forduló párosítása a következő, Tiszavasvári Máté Szalka, Kemecse Nagyhalász, Baktalórendháza Szakoly, Nyírgyulaj Fehérgyalmat, Nagyecsed Tiszalök, Tiszakanyár Gyulaháza, Ibrány Csényő és Mándok Tuzsér.